Én nekem azért ez ilyen, ilyen kérdéses volt, hogy a karácsony, nem is a karácsonyt magát, hanem így az ünnepeket, meg a, a pihenésnek a lehetőségét felváltsam-e egy költözéssel, de így utólagosan már úgy értékelem, hogy jó, hogy túl vagyunk rajta. A negyedik passzusként a, egy szombati napon, szintén tettem hétköznap, a garázskapu is megadta magát. Ja, erről nem is tudok. Ja. Valamilyen kapcsoló eltört benne, és nagyon korrektek voltak az eurókapusok van egy telefonszám ugye a ganáskapun, uh -huh. és fölhívtam a számot, fölvette ott szombaton azonnal a, a vállalkozójuk, és hétfő reggel kilencre ott voltak, és megoldották a problémát. Van olyan, aki abban hisz, hogy először össze párosítjuk az eszközöket otthon, majd kivisszük a területre, de minél jobban belementem a Zigbee, z és egyéb ilyen IoT protokollok életébe, azt ott helyszínen jó éleszteni, tehát hogy sokkal több problémát ö, okozunk azzal, hogy előre dolgozunk, mint sem, hogy a területen. És a 20 darab redőny vezérlő fölött még van nekem 40 körüli villanykör rémlik. <kül> Ez a tervezés szintjén volt 40, és azóta belekerült további néhány, meg ki is esett egy-kettő. De a lényeg, hogy azért elég sok eszköz van, és akkor egyébként meg egy zónavezérelt hűtés-fűtés rendszer a felső szinten is egy zónavezérelt fűtésrendszer alul, szóval, és akkor még egy komplet szenzortechnika, 20 darab ö, multiszenzorral, amik fix betáplálásúak, tehát nem elemesek. Ezeknek is ugye innentől fogva kötési idejük van, amik be kell kötni, nem csak konfigurálni kell őket, meg fölragasztani megfelelő helyre. Szóval azért elképesztő mennyiségű meló tud lenni, és akkor ez még mindig csak a telepítés, nem pedig, a, nem pedig az, hogy, hogy most mi itt bármilyen automatikát kitalálunk és tökéletesítünk a, a személyre szabás folyamat Meg hát még igazából ugye a termosztátok ugyan bekerültek, meg belettek kötve, de üzembe még nincsenek téve. Tehát Igen. itt még arról van szó, hogy a, a mögöttes kötéseket, meg ilyen relédobozokat, amiket mi vagy használok arra, hogy ezek a különálló termosztátok amúgy meg zónavezérlésként funkcionáljanak, tehát, hogy mindegyik indítsa a vonatkozó szivattyút, meg nyissa a szelepet, lévén, hogy egy szivattyús rendszert tervezett a gépészed, ezért mindegyik termosztátnak el kell indítania, avagy életben kell tartania a szivattyút, ha a másik szivattyú, az épp, vagy a másik termosztát éppen lekapcsol. Tehát uh, itt még lesz egy ilyen kis uh, kötődobó, vagy lehet inkább ilyen vilamos szekrényelhelyezés, amiben relék teszik a dolgukat, hogy hogy mindig működjön a szivattyú, amikor bármelyik termosztát is kér uh, teljesítményt. Előjáróban szeretnék boldog új évet kívánni a hallgatóinknak. Bújék, bújék! Még benne vagyunk a januárban, bár egyébként ilyen üzleti telefonok, meg egy, talán magántelefonok, meg találkozások alkalmával simán még februárban is bújékeznek sokan, akikkel abban az adott évben még, még nem, nem beszéltél. Igen. A születésnapokra vonatkozóan van valami iratlan szabály, hogy még nyolc napon belül, vagy nem is tudom, lehet, hogy csak egy hét. Szerintem benne. a 8 napon belül az a, az a sérülés. <laughs> <laughs> Végül is lehet, hogy egy sérülést okozol azzal, hogy nem kívánod és napot. Hát én vissza. sok ilyen sérülést okoztam már, mert dátumokban nem vagyok erős, úgyhogy családon belül és családon túl e, ebből voltak konfliktusaim. Szerintem három napon túl magáz. Na minden esetre ott, ott is van valamilyen szabályrendszer, és úgy érzékelem, hogy a boldog új évet kapcsán pedig ez hónapokra túl. Akár múlni. februárban. De Bár az azért... is beszédes, ha valaki augusztusban kíván boldog új évet, mert azért nem túl igen, sokat találkozol. Na minden esetre, idén ez az első adásunk, úgyhogy úgy, úgy érdemes, hogy mégiscsak köszöntjük a nézőinket és a hallgatóinkat új év alkalmából. És egyben köszönjük a türelmüket. Nem emlékszem, de valahogy a, talán december második hetében volt az utolsó adásunk, amikor Igen. jelentkeztünk, és ráadásul galád módon nem jelentettük be, Igen. hogy elmegyünk szabadságra. Ennek pedig az oka az, hogy nem feltétlenül tervezett szabadság volt, de az élet mégis kikényszerítette. Egyrészt azért, mert eléggé far nehéz lett az okos labornak a az éves munkássága, és Kálmán Gergelyt beszippantotta egész egyszerűen a kivitelezés, melynek egyébként az is az oka, amit már lehet, hogy podcastban is tárgyaltunk, hogy valamilyen oknál fogva mindenki karácsonyig akarja megvalósítani. Még... Akar, nem, 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 karácsonyig akar beköltözni. Mert... Nem csak beköltözni, mert ilyen felújítások kapcsán a, a, az építkezésünknél is hallgattam, hogy még addig kerüljön be a nem tudom az új E, e, de szerintem kandalló, ez összefügg az évvégével is, tehát akkor is, hogyha nem költözöl be, akkor is évvégét úgy tudod értékelni, hogy a, a folyamatban lévő munkálatok azok nem tudom milyen milestone-t elértek, és akkor szerintem ezért is van egy ilyen nyomása nem tudom a, kivit, a megrendelőkön, hogy, hogy, hogy valami ott még mutatódjon fel évvégén, hogy ez még 23-ban megvalósult. Ami érthető valahol. És egyébként lehet, hogy itt kellene közbevágni azt a talán szolgálati közleménynek nem beillő ugyan, de mégis uh, érdekességként szolgáló uh, felhívást. És akkor még én fogalmazok körmondatot. <laughs> <laughs> Vártam, hogy, hogy, hogy hova fogunk jönni. de egyébként jól megoldottad. Sikerült kiszlájdolnom a végén, pedig már csukodott az ajtó, tudod, ez rossz lesz. De mindegy. Szóval uh, a lényeg, a lényeg, sikeres évet zárt az okos otthonlabor, ez talán a legnagyobb eredményünk tavaly, Sikerült beleszakadnom egy kicsit, és ennek eredményeképpen uh, keressük a jobb kezemet. Kicsit olyan ez, mint amikor tudod, szóval ilyen kerestetik, hát vagy nem, nem tudom, mi. hogy jó a jobb kezemnek lenni. De egyébként ennek annálunk. De egyébként ebből kiindul a bal sem biztos, hogy lennék. Igen, Minden úgy esetre a csapatunkat szeretnénk bővíteni, és technikusi munkakörbe keresünk ö, szakembert. A szakember szakembersége is fontos, de a humánszkéjei, az elköteleződése a szakma iránt, az talán még fontosabb. Úgyhogy, ha valaki érez magába elhivatottságot, hogy a Kálmán Gergely ö, keze alatt telepítői tudást szedjen föl, és a csapatunkba velünk együtt dolgozzon, akkor ne legyen rest, és a szia kukac e-mail címre küldjön nekünk egy önéletrajzot praktikusan. Igen, igen, igen. Előny, hogyha van villanyszerelői alapképesítés, mert azért az, az nem rossz, hogyha azért meg tudja különböztetni a nullát a fázistól az úriember, vagy hölgy, végül is ne zárjuk ki. De a lényeg, hogy, hogy olyan elvárás nincsen, hogy most valami nagyon ö, mély műszaki tartalommal kapcsolatban nagyon-nagyon-nagyon legyen képben a nem tudom a vezeték nélküli átvitelek protokolljainak lelkivilágával, vagy a nem tudom, a gépészeti egyedi megoldások működésével, vagy nem tudom. Azt majd ö, úgyis egy szemléletet alakítunk ki itt az Okos Otthon laborban, ö, és ez ezt ez, ez, Szeretnénk majd utána skálázni, tehát hogy minden utána érkező szakember is magáévá tehesse, és egyfajta álláspontot képviseljen ilyen műszaki kérdésekben az összes szakember a cégnél. Ami természetesen nem azt jelenti, hogy ezt én diktálom, hanem ezt közösen alakítjuk a jövőben. Egyelőre csak én diktáltam, de ennek ezennel véget vetünk. Tehát inkább az a fontos, hogy valami alaptudás legyen meg, hogy azért ne legyen életveszélyes saját számára a munkavégzés, Ö, valamint így is, úgy is ellenőrizve lesz a munka, meg egyébek. Tehát ilyen, ilyen téren azért nem gondolom, hogy nagyon nagy félnivaló van, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy bővülünk, és, és nagyon örülnénk valami elhivatott szakembernek. Jelentkezzetek, hogyha magatokra ismertetek. Na, és hogyha évvége, és azt tisztáztuk, hogy a Gergő az. Belepistult a munkavégzésbe. Itt tényleg talán az utolsó másfél hétbe mentél el, el, Szabira, de előtte tisztességgel minden. Hétvégét beleszámítva. Igen, hétvégét beleszámítva minden kötelezettségedet teljesítetted, mindeközben mi pedig egy szintén elég erős dátumot tartva, december 22-én beköltöztünk a házunkba de most gondolkodtunk rajta, hogy mivel kezdjük az évet, mi legyen az első adás, mert itt több műsor is sorban áll, de aztán a Gergő javaslatára csak az otthonom történetének tulajdonképpen lassan záró akkordját választottuk, mondván, hogy nagyon frissek még az élmények. Legyenek ezek bármilyen élmények is. Életveszélyes. Én uh, egyébként számtalan alkalommal nézegettem a Gergőt, hogy megcsapja az ára most így az elmúlt hetekben. Egyfajta extrém sport azok, szóval szóval ez az okos. Ez mindig lehetett hallani, hogy merre van éppen a házba. Na minden esetre ebben igaza jó, van. Vassza, ezt ne vegyétek komolyan. Minden esetre igen, igazat adtam neki, hogy, hogy akkor, akkor foglalkozunk, ez tényleg egy ilyen aktuális szituáció. Tehát 22-én beköltöztünk, mi sem tettünk máshogy, mint oly sok mindenki más, akit az e imént említettem, hogy karácsonyig akkor fejeződjenek be a folyamatok. Én nekem azért ez ilyen, ilyen kérdéses volt, hogy a karácsonyt nem is a karácsonyt magát, hanem így az ünnepeket, meg a, a pihenésnek a lehetőségét felváltsam-e egy költözéssel, de így utólagosan már úgy értékelem, hogy jó, hogy túl vagyunk rajta. Ennek viszont az lett az eredménye, hogy pont amit fennkölt hirdettem itt a podcastban is, és azon túl, hogy én úgy szeretnék beköltözni, vagy nem, hogy úgy szeretnék, hanem úgy fogok beköltözni, hogy egy kulcsot a kezembe adnak, és. Tisztára, vaxolt felületek mentén. Kicsit ilyen hotelszobába belépünk. Egy hotelszobába feeling. <laughs> belépés feelinggel beköltözünk, hát ez nem így történt, hanem egy munkaterületre érkeztünk. Mondjuk ugye a felső szintje a háznak, vagy hát a, a ground floor az, az már úgy, ahogy kész volt. Az alsó szint meg még mindig nincsen kész, erről majd beszélünk. A, visszahallgattam az utolsó adást és ott hagytuk abba, hogy ott éppen vakolni készültek, bekerültek a nyílászárók, és hát még sorolhatnám, de de a mostani állapothoz képest még, még viszonylag messze voltunk, hát innentől kezdve ugye minden megoldódott, és nem is feltétlenül akarom most ezt külön kivesézni, természetesen kifestettek, felkerült a, a, a vakolat, bent vannak a nyílászárók, tehát hogy totálisan ez a része, ez elkészült a háznak. Ami függőben volt, az ö, például az otthon automatizálás, és talán érdemes lenne erre fókuszálni, meg ö, még mielőtt erre rátérünk, egy-két ilyen izgalmat azért karácsony környékén kiemelnék. Az egyik az, az volt, hogy is egyébként minden a gépészethez köthető, a gépészeti ö, megoldások azért... Ö, hát beraktak egy-két ilyen, tudom, ajándékcsomagot a fa alá. Az, az egy vicces történet volt, hogy hát nem is tudom így utólag, de inkább tragikomikus, hogy egyszer csak elfogyott a meleg víz. És hát nem nagyon értettem, hogy mi történik. A gépészt azt nem lehetett utolérni, mert ez természetesen valahogy így közvetlen a két ünnep között Történt, ha jól emlékszem. Ez egyébként az öröme a karácsony de, előtti igen, beköltözésnek. De meg szerintem ez ilyen Murphy. Hát nem annyira volt esélyes érni a gépész, de egyébként sokadik próbálkozásomra, illetve egy határozott hangvételű SMS-t követően lámcsörgött a telefonom. És egyébként az történt, hogy a, volt egy áram kimaradás, és ott a hőszivattyúnak a programja egy kicsit megkergült, és a hőszivattyút kellett. Egyébként csak újraállítani. Újra Na igen, csak hogy ugye az alsó szekciója a háznak, ez egy betonbunker. A hálózat már részben volt, és annyira jó, hogy így ebben az esetben legalábbis egy kicsit tudtam előre gondolkodni, és amikor el kellett dönteni, hogy hány access pointot élesszünk föl első körben a házban, akkor Biztosan tudtam, hogy a, az egyik lentit is föl kell éleszteni, mert ha akkor pincé. legalább internet access van ott. És ugye ez a wi fi call nálad kifejezetten működik. Hát, tehát amikor hozzá elmegyek, azonnal írja a telefon, hogy igen, igen, wifi igen. Hívás. Így van, így van, így van, tehát az átáll. De, de aztán ott még olyan extra van, hogy ahol az az access point van, ahhoz képest még további helységeken keresztül kell bejutni a gépészeti helységbe, Tehát, hogy hiába vagy fönt wi n ha beviszed oda a telefonodat, már nem vagy. Úgyhogy akkor kint kellett hagyni a telefonomat, de akkor azon kellett gondolkodni, hogy hogy fogok vele tudni beszélgetni. Füles? Akkor beraktam a fülest, de ott meg ugye rálátás kellett a telefon és a füles között, mert ugyanez a jelterjedési probléma. Ez előre áll, úgyhogy akkor egy access point telefon, küles és így imádkoztam. Na mindegy, ez. ez milyen ez... szépen. Egyébként vezeték nélküli technológiák szempontjából ez egy gyönyörű felállás, mert ugye van egy 4G technológia, Igen. ami átvált wi re ami átvált Bluetooth-ra. Így van. <laughs> Mindent kihasználtam. Úgyhogy akkor ez megoldódott, de azért egy fél napig így melegítgettem a vizet. De legalább beteszteltem, hogy az indukciós lap az mennyire gyorsan felhúzza a forró vizet. A, ez volt egy ilyen, egy ilyen, hirtelen sztori, aztán szintén gépészeti dolog volt, hogy az egyik kád az nem lett ledugózva, oh. és azt meg persze még nem is használjuk, mert az egy sérült kád, ezt ki kell cserélni, de attól még az a vízkör az azon keresztül folyt, és akkor elindítottuk a, a, fürdősz, a saját az uhanyzót, minek következtében egyszer csak elkezdett ázni lent a, a pince. pince, és isteni szerencse, hogy kettős hibát vétett a gépész, mert nem csak nem dugózta le, hanem úgynevezett aknahabot sem használt, amit ilyenkor vízszigetelés okán kell, és ennek volt köszönhető, hogy az aknahab az nem tartotta meg a szivárgóvizet, mert akkor az a födénbe heteken keresztül gyűlhetett volna, mi meg itt sem sejtve zuhanyzunk, hanem az aknahab hiánya az egyből átengette, úgyhogy körülbelül az második órába az már látszott, úgyhogy ez szerencsés volt, mert akkor rájöttek, hogy nem dugózták le a kádat, azt ledugózták, és egy ilyen gipszkarton dobozba, aminek meg az a feladata, hogy a szennyvíz csövet körbeölelje és szigetelje, ott megállt, onnan kijött egy ilyen 20 liter víz kb. Azt meg lehet javítani, visszafesteni. Ja, hát az csak gipszkarton. Igen, na ez a kettő ilyen hirtelen dolog jutott eszembe, ami ilyen kihívás volt. Ja, volt még bocsánat, internet azért. Volt még egy harmadik. Na. Hát a, az általában szivattyú a mosó konyhában. Mm, az, az, nagyon érdekes történetek alapjául szolgálhat. Igen, igen, igen. Hát az általában szivattyú a mosó konyhában csak be lett oda rakva, de ugye az úgy lett kitalálva, hogy, hogy az egy, egy lefolyónak a, a cső rendszerébe tehát egy hagyományos tárcás ilyen mosogatónak a csőrendszerébe lesz bekötve. Ez azért fontos, mert ott el kell vezetni a vizet a szivattyúknál, hogy ezáltal így lassítod azt hiszem, hogy a víznek az útját, és akkor tud működni a szivattyú, és a kapacitását ki lehet használni. Mert csak direkt be egy ilyen 90 fokos törésbe beraknád, akkor az egyszerűen nem tudja fölnyomni a vizet. És hát ez a, csak ott lett a szivattyú, még nem lett bekötve, viszont már mondta, az szintén a gépész, hogy nyugodtan csak rakjuk bele a kijövő csövét a mosogató vagy a mosógépnek, és az majd ott kidolgozza magát. És el nem tudom képzelni, hogy a jó Isten miért ajándékozott meg ezzel, de éppen egy egyórás program volt elindítva, és 17. percbe kezd el vizet üríteni. És én fönn voltam a, 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 az életterünkbe, és valamilyen sugallat, okán lementem a 17. percbe a mosókonyába, de nem tudom megmagyarázni, hogy miért. És pont akkor kezdett el pumpálni. Én persze már azt láttam, hogy folyik a bútorból a víz, úgyhogy azonnal megnyomtam, leállítottam a gépet, és aztán ott szerencsétlenkedtünk, ez konkrétan a 25 -e, tehát hogy ott aztán ezt tényleg senkihez nem tudsz fordulni. Úgyhogy egy pár napig, ez azért mosti mosni kellett, hogy a két kis gyerekünk van, lavor, ott ültem a gépnél, tudtam, hogy percbe kezd el üríteni, akkor mindig lementem, be volt időzítve, akkor megvártam még tele nyomja vettem egy ilyen 50 literes olyan malter keverőt, nem, nem tudom mi a jó szakterminológia, de egy keverőkádat, és akkor, de hát aztán azt ott mozgatni, azt a vizet kifele, az ugye össze-vissza lőjbelődik, úgyhogy ezzel szerencsétlenkedtem egy pár napon keresztül. Majd, Miközben fogadtad a kellemes karácsonyi ünnepeket, üzeneket. Igen, adtuk. igen, majd utána két ünnep között kijöttek megnézni, és igaz, hogy nem volt bekötve, de ettől valószínűleg elvitte volna azt a vízkapacitást. Ennél sokkal prózaibb oka volt a működés hiányának, hogy a hármas sorolós konnektorból az egyik konnektor ajzat az nem volt jól bekötve, tehát nem volt áram alatt a szivattyú. Tehát a gépészeti helyiségben lévő konnektorból az egyik, az 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 egyik. nem működött. Aha, így van. És akkor átduktuk, és bulururu. Elkezdte, és azonnal hogy... indult. Mm -hmm. no. Úgyhogy ezt megsporolhattuk volna úgy, hogy a feleségemnek ez volt az első gondolata, hogy figyelme, nem kéne átdugni a konnektort. Lehet, hogy nem megy az egyik. Jó, lehet, de szerintem megy. De nem tudom, miért nem dugtuk át. Ő azt hitte egyébként később kiderült, hogy megpróbáltam. Hát igen, ilyen, ilyen kis nyalánkságok voltak, de mit tudom én, ezek ilyen kedves történetekké állnak össze, hogy telik az idő. Meg, meg tényleg most azt mondom, hogy ezek olyan apróságok. Valószínűleg, hogy minden háznál, amikor van, elindítod, akkor akkor valami történik. Most az, hogy egy dugót nem rakott oda, jó, mondjuk az arra, arra akár oda. És a csatorna volt eldugulva. Tehát beköltözés hmm. után azonnal nem sokkal, mert kiderült, hogy a kifolyó a csatorna kifolyó csöve lényegében az, az így időközön megtelt. Iszappal, vagy nem tudom már, hogy nagyon elhúzódott az építkezés, nem voltak öblítve a, ezek a csövek rendszeresen. Meg is sérült egyszer, és bejutott oda a homok, és utána ez nem lett kezelve. Meg hát nyilván itt tudom, hogy az öröme ennek az egész dolognak az, az, az abszolút felülírja, de önmagában is ezek azért nem olyan jelentőség teljes dolgok. A többi az meg, meg működik, gyorsan lekapogom, azóta is jól már most már a garást is tudjuk használni, mert ugye még a kültéri burkolás az, az zajlik, és akkor a burkoló anyagok azok lent vannak a garázsba, de most már annyira felszabadult a dolog, hogy, hogy most mind a két autóval be tudunk állni. Ja, és a negyedik passzusként a, egy szombati napon, szintén tettem hétköznap, a garázskapu is megadta magát. Ja, erről nem is tudok. Ja. Valamilyen kapcsoló eltört benne, és nagyon korrektek voltak az eurókapusok, van egy telefonszám, ugye a ganáskapun, uh -huh. és felhívtam a számot, fölvette ott szombaton azonnal a, a vállalkozójuk, és hétfő reggel kilencre ott voltak, és megoldották a problémát. És az történt, hogy mivel még kint zajlik a, a burkolás, a burkolás közben ugye ilyen csiszolják a, a felületeket, tehát ez méletlen por szabadul fel, ezért a por bejut a kapuba, és az ott erodálni tudja az alkatrészeket jelen esetben. Azt, a, Aha. azt az egy alkatrészt, aminek okán a lánc az valahol így leesett róla, és akkor csak így forgotta semmibe a forgatómotor is, mert hát a lánccal nem volt kapcsolatba. Úgyhogy átváltottam, azt nyilván meg tudtuk oldani, hogy átváltottam kézi vezérlésre, ott ugye ki lehet így kattintani Aha. egy ilyen kis kapcsolót. Nekünk a legszélesebb garázskapunk van, amit még polgári ö, verzióba készítenek, 5 méter, vagy 5 méter, vagy a fölötti. Innen már csak mm, ipari kivitel van. Na, azt megmozdítani mozdítani alulról. Van, van, van egy ilyen fogantyú oldalt. Én azért elég jó erőben vagyok, de az első 20-30 centiméter az nagyon komoly kihívásokat jelentett, hogy nem alul értékkel, de a legtöbb ember szerintem azt nem, nem mozdítaná meg, de a feleségem biztos, hogy nem. Úgyhogy ez minden ö, egyes alkalommal egy ilyen jó kis bemelegítés volt. Ezt a kesztyűbe kellett eleve megfogni, mert belevágja a Aha. kezedbe a műanyag. Meg hát megfelelően kell tudni googolni. Meg jól kell tudni googolni. Igen. Igen, igen, igen. igen, igen. Szóval óvatosan. Igen. De itt is az, az volt a végeredmény, hogy persze tök érthető, hogy ez megtörtént, és, és nagyon gyorsan reagálta a gyártói képviselet. Tök jó. Úgyhogy le a kalappal. Szóval ilyen fricskák voltak az első hmm, Ezek, naponban. de, de mondom, szerintem ez tök oké, okay, a nem oké okay is Tehát, hogy, ez biztos, hogy benne van. De volt ott még valami optika vágás, vagy mi volt? Vagy nem? Jaj, a Telekom. Hát ugye ott, ott a, igen, a, a van egy akna, egy ilyen kis hát távközlési akna. távközlési akna, az utcaban, pont a házunk előtt, és akkor mi úgy szereltük meg, hogy az aknától Egészen a kerítésig. A kerítésnél van egy ügyfélbe kötő doboz, és akkor azon belül, mert ugye a Telekomos saját optikai szálját használja, ő, ő neki nincs olyan, hogy te oda behúzod a saját hitelesített száll kell. És akkor megrendeltük, és harmadik napon ott is volt a Telekomos kiépítő. Bemászott az aknába, az akna üres volt az aknától, kb. 50 méterre van a, a az oszlop, ahonnan. Oda az aknába be kellene állni. Na most ő ezt valahogy máshogy látta a tervein, úgyhogy annyit tudott ő akkor aznap csinálni, hogy az aknától a saját dropkábelét behúzta nekünk a kerítésen belülre. Ugye bentről a rekszekrényből kiáll a kerítésig a saját optikánk, azt a mi kollégáink meghegeztették, és a dropkábelnek a másik vége, a maradék 80 méter, az benn maradt az aknába, mondvá, hogy akkor majd jön egy következő csapat, kiépítő csapat, aki meg erre van hitelesítve a telekomon belül, hogy az ilyen jellegű munkákat csinálja meg, vagy ott kell, oda két ember kell, ő meg egy egyszemélyes hadsereg volt, ha. mert ő csak arra készült, hogy, hogy egy ügyfélbekötő, ügyfélbekötő uh -huh. hogy ügyfélbekötés történik, így van. Na ehhez képest akkor leadta az igényt, nem tudom, ott is eltelt egy ilyen másfél hét kb, és akkor jött ez a csapat, tök jó fej volt az első is, és tök jó fej volt a második csapat is, a két személyes. Hát nyilván itt a szakmámból adódóan dumágattam velük, mind a ketten tök rugalmasak voltak. Jó, ők felmérték, értették, látták, hova kell beállni, elkezdték tolni befele a dropkábelt, és egyszer csak elakadt. Visszahúzták, elmentek az oszlop irányába, az oszlop tetejéről is elkezdték betolni, ott is elakadt. És akkor markerrel megjelölték, és kiderült, hogy mind a két oldalon ugyanottak a ja, Tehát meg van. volt, hogy hol történt. Ez általában azt jelenti, hogy sérült a cső. Mi történhetett? Nagyon gyorsan megkaptuk a választ. Most ezt egyébként sem nagyon szokták mére ásni az ilyen optikai ö, szakaszokat, de itt még ehhez képest is egy kicsit kevésbé ásták mélyre az a vállalkozók, akik ott az utcába ezt az optikai szakaszt telepítették. Úgyhogy egyrészt volt egy ilyen, vagy van egy ilyen sajátossága annak a csőszakasznak, és hát a vízelvezetéshez szükséges kulé kabics mennyiséget, Na most nekünk négy darab ilyen vízaknánk van a ház körül, vagy uh -huh. ilyen vízelvezető ciszternánk, nem tudom mennyi kulé érkezhetett, azt oda hordta le a Na, pont, a, pont a csőföldet lett deponálva lényegében. Úgy ez az valószínű, hogy meg... megrapantott, megrapantott a Aha. csövet. Azóta az már el van onnan hordva, <coughs> meg be van hordva a házba. Úgyhogy most várjuk a markolós alvállalkozó csapatot, akik kiássa, uh -huh. helyrehozza a csövet, visszaássa, majd ismét szól a kiépítő csapatnak, hogy jöjjön vissza, egy és kössön. akkor be tudja uh -huh. kötni. Úgyhogy így az egyébként négy napon, a bejelentéstől számított négy napon belüli mert öt napot vállal a, a, Magyar Telekom, és a negyedik napon, vagy lehet, hogy a harmadik, a harmadik vagy a negyedik napon már ott voltak. Ehhez képest szerintem egy ilyen két-két és fél hónap lesz. Igen. De hát áldásos tevékenységednek köszönhetően azért van access a házba, de az sem volt egyszerű. Igen. Oda, egy, oda is egy komolyabb mikrotik kellett telepítenünk a tető, té, tetőtérbe, mert, mert ugye, hát mint ugye az előbbi beszélgetésben is a wifi call már felmerült, az azért van, mert ott nem túl erős a, a mobilnetes lefedettség ezen a területen. Azt is megtudtuk közben, hogy miért. Hát mert ugye nem engedik a tornyokat telepíteni. Igen, a, a, a helyi lakosok félnek a rádióhullámoktól, rádióhullámoktól és nem engedték a, a toronyba, azt hiszem, hogy a templomba ment volna a cella, úgyhogy így a pár kilométerre lévő másik cellára kell mindenkinek csatlakoznia. Ami lényegében ellehetetleníti kb. a házból való telefonálást, és vihezbe saját wifi ami, ami ebből adódóan megoldja ezt a dolgot. De a lényeg, hogy, hogy egy alap 4G-s router, egy mikrotik router, az nem oldotta meg a dolgot. Ilyen nulla megabit, lefele 1-2 megabitet tudott, fölfele meg nulla megabitet rendre a speedtest.net mérései alapján, és ezt ki kellett cseréljük egy LTE 18-as kártyával felturbózott verzióra, ami egyébként a Sató névre hallgat, hogyha valakit érdekel, keresse rá. A satót azt franciául próbálja meg beírni, de ha, akárhogy elírja, ki fogja dobni a Google, mert elég egyedi a termék. A lényeg, hogy, hogy abban már egy fe, jóval fejlettebb ö, LTE modem van, és ezért azzal tudunk csinálni ugyanabból a pontból, lévén ugye, hogy több frekvenciát tudunk használni, nem csak azt a keveset, amit az alap 4G kínál, ezért ott tudunk ilyen 15-25 megabitet, nagyon ritkán még a 30-ba is belenyal, fölle irányba, a cella terheltségtől függően természetesen, de ez már elég arra, hogy ott egy, egy, egy internet ellátottság legyen lényeg. Igen, sőt, tehát a streaming is megy rajta, ugye van benne egy végtelenített adatkártya, tehát uh, tulajdonképpen ez így áthidalja a, azt az időszakot, amíg az optika megérkezik, és fönt is marad redundáns accessként. Ugye az több szempontból is fontos, hogy, hogy internet elérés legyen a házba, bármi is történjen. Megjegyzem, hogy a Gergővel egyeztetett telepítési időpontjainknak az első, szerintem két napja azzal ment el, hogy az okos otthon telepítés helyett internet access-t csiholtunk. Sí, igen, 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 igen. Igen, ez nem rossz, hogyha megvan. És hát ez egy általános probléma is tud lenni, gondolom máshol is fogsz találkozni. Igen, az internethez az kell azért, hogy elkezdjük. Nem azért, mert az, internet, vagy az okos otthonunk az internet függő teljes mértékben, de a, a beüzemeléshez mindenképp kell. Tehát, hogy van volt olyan alakos otthon telepítő az ismeret, sőt, van olyan, aki abban hisz, hogy először összer párosítjuk az eszközöket otthon, majd kivisszük a területre, de minél jobban belementem a ZigBee, Zivé és egyéb ilyen IoT protokollok életébe, azt ott helyszínen jó éleszteni. Tehát, hogy sokkal több problémát ö, okozunk azzal, hogy előre dolgozunk, mint hogy a területen. És hát az okos otthonrendszerek sajátja, hogy internet kell ahhoz, hogy az update-eket felrakjuk, mert ugye amikor kibontjuk a termékeket, akkor nagyon sok az update még nincsenek rajta. Van, amikor ez több lépcsős, főleg egy Unify-nál, a Unify kamera és wifi rendszereknél, ott, ott nagyon sokszor megvan, hogy kibontunk egy Dream és mit egy pont valahányas firmware van rajta, most hoztunk 3.2-nél, és ez nem lehet egy lépcsőben. És ezek az update-ek egyébként ilyen 30 percig lefuthatnak, tehát 30 percig is tarthatnak, tehát igazából hogy majd egy fél nap elmegy azzal, hogy az egyesről az egy pont nem, kettőre, vagy nem tudom hova, onnan a kettő pont, nem tudom hova, onnan még egy lépés is, majd utána a három, meg majd a végleges. Tehát ö, egyszerűen szükséges, és ezen kívül a telepítéseknél is ugye a, az ilyen integrációkat, azokat akkor töltjük le, amikor, mit tudom én, a sandwicher vagy bármilyen más gyártónak az adott integrációját töltjük le, akkor az ott töltjük le, akkor az még ott update elődhet, eleve szükséges az internet információszerzéshez sokszor a telepítés során. Tehát, hogy ez, az internet az egy szükséges dolog a telepítéshez, és, és anélkül nem nagyon lehet igazándiból nekiállni. Ugyanígy a wifi hálózat is szükséges, hogy legyen, hogy működjön, mert hát az, amivel mi konfigurálunk, az wifi-n csatlakozik, az okos otthon központhoz, és azon keresztül konfiguráljuk. Tehát a, nem csak az internet, vagy pontosabban nem elég a belső hálózat, az internet is szükségeltetik a, az okos otthon telepítéshez, és ezt nagyon sok építkezésen elfelejtik, és simán besorolnak minket egy ilyen villanszerelés után, és nem tudom, költözés előtt be. De hát az internetet az be kell kötni, sokszor az internet bekötés az is eltarthat. Itt nálad ez jól hangzik, hogy pár nap alatt jönnek, de nagyon sok esetben erre hónapokat kell várni főleg olyan területeken, ahol építkezések zajlanak, mondjuk egy újonnan parcellázott részen, és, és ez megle meglepő lehet bizonyos megrendelőknek, hogy hát itt bizony kell, ne? meg kell hogy ez az egész el tudjon indulni, egyáltalán települni, vagy különben kétszer-háromszor annyi munka, tehát nincs értelme meg. Egyrészt ugye ezzel indult az egész, hogy napok mentek el azzal, hogy, hogy kiderüljön, hogy nem tudunk stabil internetet kapcsolatot létesíteni, megtaláljuk rá a műszaki megoldást. Voltak olyan javaslatok itt, hogy, hogy oszlopra telepítsünk LTE eszközt, az még elvitt volna plusz egy napot. Szerencsére ez a ö, tetőtérben elhelyezett megoldás. Ehhez is kellett egyébként kábelezni, mert fel kellett húzni egy új lankábelt oda. Szerencsére voltak üres csövek. Javaslom, hogy az ilyen többszintes épületeknél hagyjunk egy-két kihasználatlan csövet, amik a szintek között közlekednek, hogy, hogy esetleg a már beköltözésnél, vagy esetleg akár évekkel később kialakuló igényeket, ezt, ezt ki tudja szolgálni egy, egy, ilyen útvonal a kábeleknek. Visszatérve, tehát igen sok idő ment el az, hogy egyáltalán el tudjunk indulni a telepítéssel, és ugye, mint a Geri említette, a december extrém terhelt volt, és cégen belül azt a az álláspontot képviseljük, hogy első az ügyfél, tehát az ügyfelek igényeit próbáltuk munkanapokon kideri, vagy ki, szolgálni, és a Gerihez ebből adódóan nagyon sokszor csak tényleg ilyen hétvégi szombat, vasárnap, vagy egy-egy lopott péntek, hogyha sikerült valamit megcsinálni korábban. Így ebből adódóan elég keveset tudtunk haladni a, az elején, tehát az év végén inkább úgy fogalmaznék, a projekt kezdett ne, az okosató telepítés elején. Igen, hát és akkor ebből adódott még egyéb, hát az olyan értelemben kellemetlenség, hogy azok már nem problémák voltak, de ugye 22-én beköltöztünk, és akkor a gerivel felállítottunk egy ilyen prioritási sorrendet. Megjegyzem, itt szembesültem igazán a saját házamban azzal, hogy micsoda munka összerakni egy ilyen rendszert, mert kb. azt számogattuk, hogy három, vagy hát inkább négy-hét nettó idő az, ami alatt összeáll. Teljes egészében? Tehát Igen. egy hónap. Egy hónap simán. De egy rendszernél simán benne van. Elejétől a végéig. Igen, simán benne van. Tehát a, a telepítéseknél, hát itt ugye arról beszélünk, most nem, nem biztos, hogy nem tudom, lefogadnám az életemről, hogy hány darab eszközről beszélünk, de nekem úgy rémlik, hogy 20 darab redőnyünk van, az 20 modul. Ezek nagy, ezekből jó pár az olyan hátrányos helyzetű, de persze előre felkészültünk erre, hogy egy dupla nyomó, tehát egy redőny kapcsoló mögött helyezünk el több modult, ilyenből jó pár helyen vagyunk mert nem akarunk kapcsoló rengeteget, így is elég sok szerelven kerül be. De jó párat meg akartunk spórolni nem csak anyagi szempontból, hanem, hanem ö, ö, design, vagy, vagy belső építészeti szempontból is ö, érdemes megspórolni jó pár kapcsolót. Azon kívül a villenszerelők egy kicsit megnehezítették a dolgunkat, mert ö, annak ellenére, hogy előírtuk, hogy nem, ö, hogy mélyített doboz kell, meg. Sőt, ami már azt is előírjuk, hogy milyen, vezetéke, milyen vezetékeket használjanak a a redőny és a villany szerelés kapcsán, hogy az megkönnyítse a modulok telepítését. Ennek ellenére sikerült azt, hát azt nem emeltük ki nekik, hogy, hogy lehetőleg a konnektoroknak a kötését, meg az összes föld, meg nulla kötést, azt nem a kapcsoló mögötti kötődobozokba kéne elvégezni, ami extrém munkát eredményezett, meg jó pár kivésett dobozt, mert még a mélyített, meg zsebes doboz sem volt néha elég, a sok kötés miatt. Tehát ez is egy újabb tanulópénz, hogy uh, nem elég elmondani, hogy a doboz hátulján érkezzen be a vezeték, hogy minél több uh, uh, helyünk maradjon a modulnak, hanem azt is ki kell írni, hogy azt, azt, azt nem csak azért kell kihagyni, hanem azért is, mert, mert hát, ha ott kötünk, ne, akkor ne mindent használják fel. Az, ott ki ott megnyert területeket, ne használják föl kötésre. Mindegy, ezt, ezt most már a előírásokból, meg a villanyszerelői konzultációknál már érintjük, ez is egy tanulópénz volt, hogy nem gondoltuk, hogy valaki ezek után még oda fogja rakni az összes kötést. A lényeg, a lényeg, hogy, hogy azért megnehezíti az ügyet, és a 20 darab redőny vezérlő fölött még van nekem 40 körüli villanykör rémlik. <kül> ez a tervezés szintjén volt 40, és azóta belekerült további néhány, meg ki is esett egy-kettő. De a lényeg, hogy azért elég sok eszköz van, és akkor egyébként meg egy zónavezérelt hűtés-fűtés rendszer a felső szinten is egy fűté zónavezérelt fűtés rendszer alul. Szóval, és akkor még egy komplet szenzortechnika, 20 darab euh, multiszenzorral, amik fix betáplálásúak, tehát nem elemesek. Ezeknek is ugye innentől fogva kötési idejük van, amik be kell kötni, nem csak konfigurálni kell őket, meg fölragasztani, megfelelő helyre. Szóval azért elképesztő mennyiségű meló tud lenni, és akkor ez még mindig csak a telepítés, nem pedig a nem pedig az, hogy hogy most mi itt bármilyen automatikát kitalálunk, és tökéletesítünk a, a személyre szabás folyamat alatt. Igen. igen És akkor ennek lett az a végeredménye, hogy a fontossági sorrend az világítás, árnyékolás, utána jön majd a fűtés, hűtés, hűtés. A hogy egyébként az működik a fűtés. Persze. Csak, csak nincsen, nincsen zónázva. zónázva és aztán utána következik a mindenféle automatizmusoknak a programozása, persze előtte még bekerülnek a szenzorok. Igen. Úgyhogy a 22-től számítva ott a beköltözés napján már volt világítás, nem mindenhol, de már, már így tudtunk a felső szinten közlekedni, illetve ez nem igaz, mert az alsó szinten is volt világítás, a felsőn tudtuk kapcsolni. Igen, és fölcs, alsó szinten, fix Az alsó volt szinten egészen január második hetéig a kapcsolószekrénybe a kis megszakítókkal üzemeltetgettem a lenti világításokat. Úgyhogy ez egy nagy élmény volt, hogy csak már úgy mentem le a garázs szintre, hogy hogy kapcsolóval tudtam. Ott ö, mindegy, nem akarok kalandozni, de most már egy-két kapcsolót máshova raknék. De szerintem ez is olyan dolog, hogy. Nem fogod, mert ö, automatizálva lesz. Tudom. Tehát de nem egy, egy konkrét hely van, ahova még beraknék egy kapcsolót, de a, mindegy, ezen. A lépcső után. Igen, ahogy kilépsz, 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 ott felkapcsolhatod a, a közlekedőt. Igen, 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 de azt is tudom, hogy ott ö, automatikusan fog kapcsolódni. Na most ugye a világítás az ilyen-olyan módon azért meg volt oldva, viszont a mivel a szűk volt az idő, azért a Gergő nagyjából megmondta, hogy hány redőny modult tud beszerelni, és akkor utána majd a következő kör az két ünnep között esetleg egy-egy nap, de, de főképp a következő év lesz. El kellett dönteni, hogy mit teszünk láthatatlanná, és mi marad átlátható. És hát természetesen a fürdőszobák mellett döntöttünk, meg a gyerekeknek Hálló. a, a szobái, a hálószoba. Úgyhogy ott részben ö, meg tudtuk oldani, hogy már modul kapcsol, részben egyébként csak direktben ö, már azt nem is a Gergő, hanem a barátaink, a kivitelező ö, termodizájnos csapat segített nekünk ö, megoldani. És akkor itt fölhívnám a figyelmet, hogy annak van egy ö, komoly veszélye, hogyha ezeket a redőnyöket. Direktbe kötjük a kapcsolatot. Nem, nem feltétlenül. Azért hát a család, szabá... kapcsoló család válogatja, hogy hogy működik ez a dolog erre De a mi érhetünk. esetünkben. Igen, mert ugye nálad az a design van, meg hát a legtöbb helyen ezt alkalmazzuk, mert, mert ezt ez a legegyszerűbb, legolcsóbb, és egyébként tökéletesen megteszi a, teszi a, teszi a dolgát. Ugye alapvető esetben egy redőny kapcsoló egy, egy buta kapcsoló, egy fali szerelvény, az úgy működik, hogy nem engedi azt, hogy mindkét gombját, tehát mindkét irányát egy időben nyomjuk meg. Ezt vagy úgy érik el, hogy föl és lefele lehet billenteni, tehát nem is lehet egy irányba billenteni, vagy pedig van benne egy reteszelés, hogy az egyiket benyomod, akkor a másikat nem tudod benyomni. nyomógombok esetén, billenő kapcsolók esetén, ami szintén a buta redőnyökhöz van, ott is ugyanez van, hogy amíg vissza, vissza nem billented az egyik oldalt, nem tudod a másik oldalt kapcsolni és vagy azzal egy automatikusan oldja egy mechanika jobb oldalát. tehát így meggátolja a mechanikusan azt, hogy a motor két bemenetére, ergo a két irányát, azt egy időben ne elláthassa el árammal a kapcsoló. De lévén, hogy itt okos rendszert építünk, ezért egy sima egyszerű dupla nyomóval megyünk, mert ez a mechanizmus, ez a modulban van fixálva, tök mindegy, hogy lenyomod a két irányt egy időben, a modul azt fogja amelyik tized ezred másodperccel hamarabb érzékeli, azt fogja engedni, és a másikat nem fogja ráengedni. Viszont nálad a, a, végén nem volt idő két redőnyt, azt hiszem bekötni, hármat, három redőnyt nem volt idő bekötni, és ebből adódóan ott csak a szerelvény lett föltéve. És ebből adódóan, mivel ez egy szimpla nyomó, vagy sima dupla nyomó, amit, hogyha rákötünk, akkor ugye van rá lehetőség, hogy a kettőt egyszerre nyomjuk meg, ezért itt azért ennek van veszélye, hogy odafigyeléssel kell használni. És biztonság a pont a gyerekszobákba került ezt. <laughs> ezt kivitelezni. És egyébként pont azt hiszem a ö, Feriék a barátaid voltak ott ö, karácsonykor, akik a villanszereléshez értenek, és akkor ők pattintották Igen, be a engem. helyére, hogy egyáltalán lehessen sötétet csinálni a gyerekszobában. De hát ezt mi hamarabb orvosolni fogjuk. Persze, is. mert ezt sem gondoltuk így hirtelen át. Nem csak az a lényeg, hogy ne lássanak be, hanem mondjuk a gyerekek délután is alszanak. Aha, persze. Szóval érdemes konkrétan az árnyékolást, vagy a sötét igen, 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 igen. helyszínt előidézendő ezt megoldani. Igen, de volt ott még más, tehát például ö, ja igen, még egy dolog jutott itt az eszembe, csak túlhaladtunk rajta, hogy felmerülhet a hallgatókban a kérdés, hogy ugyan már, hát, be, hát miért ne lehetne a modulok nélkül, mi ne lehetne okosítás nélkül életre kelteni ezt a házat a világítás és az árnyékolás tekintetében. Hát azért, mert ez okos háznak készül, és nyomógombok vannak benne. Tehát ha, ha, billenő kapcsolók lennének benne, akkor meg lehetne csinálni, hogy simán beköti a villanyszerelő, és akkor felcsapja, és működik. Nyomógomboknál azt szokták csinálni egyébként ideillenesen, hogy, hogy bekötik így, és akkor utána fogpiszkálóval kifixálják a... <laughs> Tehát beleütnek egy fogpiszkálat, hogy ne, a rugó ne nyomja vissza a nyomógombot. De ezért nem elsősorban, mert nem, nem billenő kétállású kapcsolók voltak a villanyszerelési anyagok között, hanem nyomogombok. És hát ugye a villany folyamatosan nyomva kell tartani ahhoz, hogy világítson. És ez, ez az oka annak, hogy... Úgyhogy a nappalink az, az nem lett árnyékolással ellátva. Két-három hétig ott a szomszédság az premier plánba követhette Láthatta. az életünket. Meg volt még egy érdekes dolog, ugye a, nálad a, a befogó párokra került a nappali, nappali konyha ebédlő világítás. Lévén, hogy ugye ott három függeszték villanykör van kialakítva, de még a, a, a lámpatestek nincsenek meg, sőt, kiválasztva se, ha jól tudom. Vagy hát még van olyan, ami ki van találva, de azt meg le kell gyártatni. Tovább még azért messze vagyunk attól, hogy ott függesztékek legyenek és világítsanak. Ezért a hangulatvilágítást üzemeltük be. És az pedig úgy néz ki, hogy a befogó párokon 5 méteres letszalagok összesen 6x5 méter letszalag a látszó mennyezetet, jól mondom, uh -huh. látszó, látszó tetőt, vagy hogy hívják ezt belülről? Ilyen látszó tető szerkezet, de végül is az egyébként a mennyezet, csak ugye ilyen sátortető alakban. Igen, tehát azt világítjuk meg alulról, nagyon nagy teljesítményű cct letszalagokkal, és ez két körbe szervezve természetesen, és, és azt kellett beüzemelni, aminek lévén, hogy egy világítás és szabályozható, meg két csatornás, ezért nincs neki fali kapcsolója még. Majd egyébként ugye a ridőmök, ezek a kis LCD panelek fogják megoldani, hogy ezeket milyen állapotba hozzuk, ha csak nem az automatika fogja nagyjából vezérelni őket. De hát ez is egy olyan dolog volt, amit, amit ott ki kellett alakítani, hogy egyáltalán legyen fény a nappaliban a fő élettérbe. Amit egyébként az úton jól megszerettetek nagyon, tehát legalábbis a fényét. Meg persze, meg használjuk is, de hát azért jó lesz, hogyha lesznek függöztékek, meg hogy a ridumról majd lehet ö, irányítani. És ez is egy ilyen koprodukcióba készült. Innen is köszönöm ö, Bognár István barátomnak a segítséget, mert ő ilyen barátként és külsős villanyszerelőként az egyik talán szintén hétvégén ugrott be veled együtt, Geri, és Igen. akkor ott ö, még 22-e előtt fölkerültek ezek, mert hogyha az nem került volna föl, akkor nem lett volna a nappaliba világítás. Így van. Igen, igen, igen. igen. Hát de pontosabban lehetett volna, mert két villanykör az ment igen, már ott, két de hát két darab izzó. Tehát két darab E27-es foglalat lóg a mennyezetről. A harmadikat akkor még nem lehetett bekötni, mert a harmadikhoz még szét kellett vésni a szerelvény doboz hátulját, az igen. most történt meg idén. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy hogy hát kalandos, de azt mondanám, hogy rög magyar valóság. Tehát én nem nagyon tudok olyan sztorikról, ami ilyen uh, hotelszoba jellegű területfoglalással jár. <laughs> Tehát, hogy ez, ez inkább ilyen amerikai dolog, hogy, hogy tényleg cakra-pakra rakják, és akkor a, szinte meglepődik a megrendelő, amikor belép, hogy milyen jó lett. Uh -huh. <laughs> Tehát, hogy ilyen, ilyet, ilyet én nem nagyon látok Magyarországon, pedig jó pár ilyen építkezésben részt veszek. Viszont ami tök jó ö, ott lakóként, hogy egyrészt van egy nagy örömed, amikor áthurcolkodsz, beköltözködsz, de mivel dolgok nem működnek, ezért még utána jönnek ilyen csánkokba újabb örömök, amikor egyszer csak így már fel tudsz valamit kapcsolni. A kapcsolani. életre kell, Aha, életre egy kell. nem igen, tudom. Igen, igen, most is pont ezt éljük, hogy tökre örülünk neki, hogy most már kapcsolható lent is a világítás. Ott még van egy rész, az a konditerem, ami még nincsen leburkolva. Tehát az lesz még egy ilyen nagyon nagy Ugrás számomra, amikor tényleg kivonul az építkezés a garázsunkból, akkor ott még kell egy ilyen tisztasági kört futni, és akkor utána teljes mértékben az alsó szintet is birtokba tudjuk venni. Nyilván még egy csomó minden dobozban van azóta is azok, amikor felszabadulnak, akkor, 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 az, egy, az egy új szintje lesz. De, de már például az is egy nagyon nagy feeling volt, amikor egy kocsival be tudtunk állni, vagy azóta már mind a kettővel be tudunk állni. De ugye még egyszerre nem tudjuk tölteni. Hát sőt, most még a töltők helyi csak ki vannak alakítva, most még konnektorról töltetek. Most még konnektorról Közben tölteni. egy Tesla állt a házhoz. Hát igen. <laughs> még egy. Most már két Tesla van. Most már két Tesla van. igen, a feleségem nagy örömére. Köszönjük szépen. Ne, ne nekem köszönöm. Igen, mert egy, egy olyan dolog, hogy közben, hát ez teljesen, ez story, De a, az én céges autóm volt az, ami ugye a Gerinek a feleségének a birtokába került most, mert ugye én elhagytam az Access Point kötelékét, és, és az okos hollaborn alkalmaz most már százszerzikben. Ott még nincs meg a, a, a céges autó, ott egy ilyen bérelt dologgal jövök, jövök megyek most. És, és ennek kapcsán, hogy átkerült abba a háztartásba ez a jármű, így két gyönyörű Tesla áll egymás mellett a garázsba. Igen, igen, igen. Neket ö, ö, szereti is a, a feleségem, de de hát itt most ugye, igen, konnektorról töltögetjük, és még ráadásul nincs meg a bővítése a villanyórának, tehát, hogy nagyon csinnyien kell bánni a, az elektromossággal, hogy éppen mit, milyen kapacitással használunk, bár eddig egyébként még nem volt erre vonatkozóan probléma hozzátartozik az igazsághoz, hogy két irányból kapjuk a betáplálást, úgyhogy Aha. a szomszéd üres telek villanyóráját azért azt kiaknázzuk, és a szomszédnak is köszönöm ez úton. A lehetőséget, igen, igen, igen. Hát igen, ott, ott még majd ugye elektromos telepítés következik, elő van ugyan készítve a vezetékelés, meg a hátlapja az Easy Chargernek, de, de még a töltő maga nem került fel, hát ez is majd megoldódik. De hát most még olyan dolgok jönnek, Hát igazából az a up -to -date információ, hogy múlt héten tudtam rászánni négy napot a házra, és odáig jutottunk, hogy az összes világítási kör, és három, négy, öt, hat darab redőny nem, az összes világítási az kapcsolt működik, abból, igen, és szerintem abból az összes be van vonva, akkor is otthon alá, így is van, és azon kívül meg ugye öt redőny hiányzik még modulbekötés szintjén. Ennek több oka van. A lényeg a lényeg, hogy ö, hogy ez a következő körben véglegesedik, mert há, a lenti szinten három, a fönti szinten szintén három redőny, az még, az még nincsen beüzemelve. Igen, De hát az is... összes szerelvény hely le van fedve szerelvényjel. Így van, Igen, a ugye az a használatba vételihez kell. Igen az a, nem, nem lehetnek ilyen lógó vezetékek. És hát ugye akkor mennek be még a szenzorok, egyébként ezen kívül a kameráknak egy része nincs még felszerelve. Így van. Kültéren. A Wi-Fi ápék. Szerintem mindegyike fel. Nem tudom, nem. hogy az összes belette üzemefel. Konditerem fent, az, akkor lehet, a, hogy a konditeremben, a konditeremben nincs fent. Nincs fent ott még lesz hol. egy fest. Nem tudom, lesz ott még festés? Hát még a a, a ami ott, hibás lesz. ott. igen, burkolás, és akkor utána a hibáknak még lesz egy javítása. Mm -hmm. jó, de jó. az az egyetlen egy access point, ami ami nem került föl. Meg hát még a riasztórendszert rendszert majd ö, hát azt az konkrétan nincs. le kell igen. telepíteni. Úgyhogy azért ebben még van egy pár hét hónap. Mire ez összeáll? De hát ez a, ez a valóság a, a történetnek. Igen. Meg hát még igazából, ugye a termosztátok ugyan bekerültek, ö, meg belettek kötve, de üzemben még nincsenek téve. Tehát Igen. itt még arról van szó, hogy a, a mögöttes kötéseket, meg ilyen relé dobozokat, amiket mi, ö, vagy amiket használok arra, hogy ezek a különálló termosztátok ö, amúgy meg zónavezérlésként funkcionáljanak, tehát hogy mindegyik indítsa a vonatkozó szivattyút, megnyissa a szelepet. Lévén, hogy egy szivattyús rendszert tervezett a gépészed, ezért mindegyik termosztátnak el kell indítania, avagy életben kell tartania a szivattyút, ha a másik szivattyú, az épp, vagy a másik termosztát éppen lekapcsol. Tehát itt még lesz egy ilyen kis kötődobó, vagy hát inkább ilyen villamos Szekrény elhelyezés, amiben relék teszik a dolgokat, hogy hogy mindig működjön a szivattyú, amikor bármelyik termosztát is kér fűtőtejesítményt. Ez még hátra van, most még simán egy termosztátos történetben működünk, tehát amit mérünk a gépészeti helyiségben, azt hiszem, a szerint van termosztálva a ház, ami túl fűtöttséget eredményez. Bizony. Ö, de de ezt, ezt a következő etapban fogjuk ezzel az ötredőnyel együtt megugrani. Igen, meg hát ugye a hűtés. Mert az is izgalmas, igen. hogy az egy, egy Az egy különösen lesz. érdekes lesz egyébként, igen, mert Ezért ugye itt az, az, volt az igény, hogy a, a hűt, ugye a hűtés az csak fönt van, és fenkolos hűtés van. Tehát fenkol termosztátok kerülnek be, de mindezt úgy kell megvalósítani, hogy a fenkol termosztátokat, aki ugye tudja, hogy hogy működnek a alapesetben, az úgy van, hogy három fokozatot kapcsol egy fenkol termosztát. Na most nekünk a hat darab fenkol termosztátra, kettő darab fenkol van elhelyezve. Tehát van egy négy kisebb helység, abban van négy darab termosztát, és van hozzá egy fenkol, meg van egy nappali hálószoba, amihez van egy másik nagyobb teljesítményű fenkol, mert területben ezek Igen, nagyobb. ezek ugye a födén felett helyezkednek el, ezek ilyen kazetták Igen. tulajdonképpen, és akkor egy ilyen csőrendszeren keresztül a mennyezetten Igen cserélik a levegőt hát, Így van, ilyen csövezhető fenkol kerül be. Légcsatornázható De. fenkol kerül be. És a lényeg, a lényeg, hogy hogy ugye itt azért rendet kell rakni, mert van négy darab termosztátunk az egyik ö, fenkolra, aminek egyes, tehát lehet, hogy az egyik termo, ugye, hogyha automatába tesszük ezeket a fenkol termosztátokat, hogy automatán szabályozzák a fordulatot, amit pedig ugye a hőmérséklet különbség alapján csinálja magától a termosztát. Tehát, hogyha be van állítva, mint 23 fokra, vagy 22 fokra, és 26 fok van, akkor nagy valószínűséggel ő hármason fogja pörgetni magát, amíg ahogy egyre közelebb kerül a célhő, szépen elkezdi visszavenni a a fordulatát mondjuk a kettes fokozatra, aztán az egyes fokozatra, és egyébként az jellemzően ezek úgy működnek, hogy az egyes fokozatot próbálják életbe tartani, hogy minél kisebb teljesítményel, de folyamatosan hűtsünk. És ugye itt kell rendet rakni, hogy a négy termosztátból jöhet különböző fokozatigény, és azt kell nekünk lényegében egy fokozattá logikáznunk, hogy most az egyik két termosztát kér kettest, a másik kér egyest, a harmadik egy hármast, akkor ki kell találni, hogy akkor most hányoson menjen az a fenkol, és ez egyszerűen úgy lesz megoldva, hogy mi ö, olvassuk azt, hogy a termosztát mit kér, de mi a termosztát kimenetét, ami kapcsolt, azt nem használjuk fel, hanem be fogunk rakni egy olyan hármas relé ami szintén beleszállítva, hogy az egyes kimenetét vagy a kettest vagy a hármast tudja használni, ez lesz rákötve a fennkorra, és mi mögötte okos otthon logikában fogjuk azt eldönteni, hogy amikor két egyesünk van, egy kettesünk és egy hármasunk, akkor az, az, az mi legyen, ezt majd veled fogom egyébként megbeszélni. Én arra, arra teszek majd javaslatot, hogy mindig a legmagasabb fokozatot állítsuk be, amit bármelyik is kér, mert annál hamarabb kiszolgáljuk azt az egy zónát, és akkor utána, utána mert ugye nem tudjuk ezt külön venni igazából, olyan szinten igen, hogy a zónákat majd még tudjuk leválasztani, hogy mondjuk lezárjuk az egyes zónát, mondjuk amikor a kettesbe hármas kell, de azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez, 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 ez szükséges lesz, de mindegy, azt majd meglátjuk. A lényeg, hogy a gépészel itt még majd egyeztetni kell, hogy ezeket a, egyrészt ilyen lezáró szerepeket is beépítse a csőrendszerbe, másrészt meg majd Nekem össze kell rakni a logikát, hogy akkor mi alapján legyen most a hármas, vagy a kettes, vagy az egyes fokozat éppen azon a fenkóla. Pontosabban azon a fenkol én azon a fenkóla fogalmaztam. Szóval így lesz. De egyébként mögötte meg ugye a szelepnyitásoknak meg kell csinálni, az osztógyűjtőkön, a padlófűtés esetén, mindezt ugye hűtés esetén az egyiket, a fűtés esetén a másikat, mert ugye abban kb. megállapodtunk a gépészsel, hogy fűteni nem fogunk fenkollal, nem, bocsát, hűteni. De, 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 fűteni nem fogunk fenkollal, mert, mert igazándiból a padlófűtéshez előállított 30 pár fokot lefújni egy fenkorról körülbelül nincs értelme. Tehát, hogy körülbelül nincs hozzáadott értéke annak, ahhoz a szobához, maradni fogunk a padlófűtés nyújtotta rugalmatlansághoz, meg, meg állandó hőmérsékleten tartáshoz a különböző zónákban. És, a, és lévén, hogy a padlóban van csak sövezés, ezért ott meg nem fogunk hűteni, hanem azt csak a fenkolokkal fogjuk tudni megugrani. Körülbelül így lesz az a dolog megoldva. Hát ezt nagy izgalommal várjuk. <laughs> igen, 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 gondolom. De reméljük, hogy minden működni fog, ahogy eddig is ez a tapasztalat. De azt hiszem, hogy nagyjából ennyi történt okos otthon fronton a, a házzal kapcsolatban. Igen, igen, igen. Hát ami még ránk vár, az ugye van egy-két kapuvezérlésünk. Ö, van még lecsalag elhelyezés kültéren a teraszon, meg szintén a Konyhabútorba. a konyhabútorba. Ott input modul is kerül elhelyezésre egyébként a, konyhapultnál. A, konyha a ridömöknek a bekonfigurálása és azoknak a funkciókat kitalálni, valamint ö, bekonfigurálni, hát ennyi. Ennyi van. Mi a meg a szenzorok felrakása, és hát utána jön az automatika. Tehát még egy három hét. <laughs> még lesz egy pár, igen. <laughs> De, hogyha ezeken a körökön túl vagyunk, akkor valószínűleg még egy utolsó részszel a telepítés kapcsán foglalkozunk és majd akkor. Valamikor... Egyébként ott behívhatnánk a, a kitit. Uh -huh. Az érdekes lenne, hogy ő, mint mint felhasználó, hogyan ö, Igen, ö, lett. élte át ezt az egészet, mert annyit nekem már mondott, hogy ő azt gondolta, hogy, hogy ő ezzel nem fog foglalkozni, meg ő ezt, ezt nem érdekli. De aztán lévén, hogy itt például a nappaliban egyszerűen rá volt kényszerítve arra, hogy az okos otthon kapcsolgassa a világítást, mert, 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 ugye még nincsen megcsinálva rá a, a, megoldás. Ezért elkezdte máshol is nézegetni, meg álligatni, és azt mondta, hogy neki ez Persze. szimpatikus. Hát tipikusan nő az nálunk. Engem ez nem annyira érdekel, ez most így furcsán hangzik, de én azt szeretem, hogy be van állítva, aztán működik, ahogy kitaláltuk. Ő meg mászik bele a telefonról, kapcsolgat, dimmelget. Aha. Igen, 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 igen. igen Úgyhogy ő sokkal nagyobb adménnyel -ja lesz ennek a rendszernek. De ő egyébként ment le a hőszivattyúnak a beltéri egységéhez is állítgatni, állítgatni. mindenféle, hogy ne. Fíjál, még a végén az lesz, hogy a feleséged lesz az, a, 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 az a... új telepítőnk. Nem, nem, nem. A, a podcastunk egyik hoztja. Hát lehet. Simán hát beleférne a... A... szerintem egy női hang, de ezt szavazzák meg a hallgatók egy női hang, neki kellemes hangja is van, szerintem jól, jól, jól vinni a podcastot Hát veszi részben. a szerepemet, akkor több időm lesz hát hárman is jók vagyunk szerintem. Vagy hárman. Na jó, de hát a vendégeknek is helyet kell biztosítani, mert ugye ennyiben nem fog változni a podcastunk az idei évben is, ugyanez a tervünk, hogy minél több mindenkit hívjunk meg, van már jó pár ötletünk. és. és... Tolunk be ötleteket, hogy miket, mikről fogunk beszélni? Hát, egy párat mondják. Egyrészt tervezünk egy árnyékolós etapot, ezt előre látható a kettő részben fogunk megoldani, mert úgy néz ki, hogy hát kicsit visszahallgattam, és azt néztem, hogy, hogy árnyékolásról igazándiból persze mi beszéltünk okosításról sok tekintetben a gépészet kapcsán, vagy nem tudom, energetika kapcsán is mindig-mindig szóba kerül mint minden, de de igazából csak árnyékoló gyártó volt az adásunkban, ez ugye a Szomfi volt, ővelük többször is beszélgettünk, de az egy gyártói szemlélet, méghozzá motorgyártók ők elsősorban, meg kapumozgató, meg ilyen, hát lényegében ilyen mechanikusabb dolgokat gyártanak, és ami kellene még szerintem, az egyrészt egy telepítői, egy szuper telepítőt találtunk, aki az alvállalkozója lesz az okos otthon labornak hamarosan, és ennek kapcsán szeretnénk őt bemutatni nektek, valamint valószínűleg egy árnyékoló gyártót is be tudunk vonni. Ennek a nevét még nem mondanám el, de hogyha valaki ismert, járatos ebben a témában, akkor biztos, hogy a találkozott két... már, nem Biztos, hogy találkozott a két tipjéből az egyik az, így van. Tehát árnyékoló gyártónk is lesz, azon kívül, amit még szeretnék, és ez egyébként újdonság lesz a gerinek is, mert én ezt a háta mögött szervezem, ezt az ügyet. Úgy néz ki, hogy két uh, podcast, és ez igazi ilyen mély műszaki, vagy nem tudom, vagy ilyen nerd téma lehet. Egyrészt a Silicon labs úgy néz ki, hogy valakit el tudunk kapni, aki, uh, aki egy magyar srác, és, és mélyen benne van a vezeték nélküli. És egyébként egy ideje már vadásszuk. Egy ideje vadásszuk, de sikerült elcsípni. Valamint van egy másik srác, aki pedig magyar ajkú, nem magyar nemzetiségű, és ő pedig egy zívév gyártónál dolgozott sokat, és akkor az ő meglátásai is szerintem nagyon izgalmasak. A zívévben nyakig ül, és nagyon érti, nagyon éli, őt is lehet, hogy idén el tudjuk csípni. És azt hiszem, Nálam ennyi van, nálad még van valami, ugye? Hogyna persze, energiatárolást azt folytatni fogjuk, ugye az most abszolút aktuális téma, 15. évvel egy ilyen jellegű pályázatnak az előregisztrációja az le is zárul, de hát ez az év az valószínű, hogy még szintén további ilyen pályázatokról fog szólni. Ugyanúgy napelemes fronton is ehhez kapcsolódóan logikailag fogunk tudni újdonsággal szolgálni, ezen kívül lesz kert tervezés, kertépítés, annak is egy ilyen teljes átfogó struktúrája, az is egy izgalmas téma. Folytatólagosan van még elmaradásunk világítás technikában, úgyhogy a világítás technikai együttműködő partnerünkkel is még minimum egy adást az előzetes megállapodásunk szerint le fogunk forgatni. És hát többi ez meg majd... Na, még van is. a fejemben most, miközben mondtad, lélekhez, lélegzethez jutott a elmém, és eszembe jutott, hogy még szervezés alatt van egy, egy vezeték nélküli okos gyártó magyar képviseletével. Igen, egyébként gyártói képviseletekkel többekkel fogunk idén forgatni, igen, nem igen. Nem igazad van. Itt annyira várok, hogy legyen egy sikeres pályatunk, amiben az eszközeikből építünk okos természetesen homi alapon, és utána, utána beszélgessünk velük. Ö, valamint még ö, olyasmit. Ja, te, igen, ne felejtsük el. Természetesen lesz olyan adás is, ami arról szól, hogy aktualitások, miről szólt a tavalyi év, miről reméljük, hogy szól a jövő év, de ehhez meg kell várjuk Zsák Petit. Ö, ő most sajnos nem tud megjelenni a stúdiónkban. Ö, valamint természetesen Zalaigábor biztosít fogja erősíteni a csapatot. Tehát ez, ez a adássorozat nem fog megállni, ezt folytatni fogjuk. Itt a cesse, veséztük még ki, hogy ki mit érez ebből. Ugyanígy a tavalyi évet is lehetett volna így évvége felé vizsgálni. De lesznek idén is kiállítások, amik érdekelnek konstrumáról. Biztosan fogunk jelentkezni, sőt valószínű, hogy meg is fogunk ott jelenni valamilyen módon, mint okos otthonlabor. Van egy Gergő által kiszemelt kiállítás a Light and building, light and building. Oda könnyen lehet, hogy kilátogatunk, és akkor onnan is beszámolót fogunk készíteni. Úgyhogy lesz mivel foglalkoznunk idén is. Az biztos. És uh, itt hívnám fel a figyelmet a hallgatóink és a nézőink többször bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy mit csinálunk meg, hogyan lehet elérni. Egyrészt az összes elérhetőségünk az benne van a show notes de hamarosan elkészül az új weboldalunk, ennek most már itt a tartalmi feltöltése zajlik úgyhogy az szerintem egy, egy, jó másfél hónapon belül startol, és akkor ott majd az összes szolgáltatásunk külön ki lesz emelve, de hangsúlyozom, hogy az Okos Otthon Labor podcast projekt mögött lévő cég az Okos Otthon rendszerek tervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével foglalkozik, de ebbe elég sok minden bele tartozik, mert az olvasatunkban az okosodton ez egy elég széles témakör. Valamint hamarosan indulunk oktatással is. Ez is most már így a, a végéhez ér ez a projektünk. Tehát dolgozunk mi itt a háttérben. Sok minden. Meg sok, sok üzletfejlesztési mindenem. tervünk is van. Úgy néz ki, hogy ehhez együttműködő partnereket is találunk. Talán több, mint együttműködő partnerség van kialakulóban nem mondom, hogy kivel, de a lényeg, hogy egy magyar ismert céggel. Szóval a hajó a, a, a felszállt. Igen. Én igen, azt gondolom, igen. hogy az okos otthon labor kiszabadult az inkubátorból, és, <laughs> és, 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 és úgy néz ki, hogy tökéletesen megáll a lábán. Így van. Hallgatóinknak és a nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, és még egyszer a türelmet itt a tavaly év végével kezdődő kis ö, félig meddig kényszer szünetünk okán. Innentől kezdve azzal a rendülettel találkozhatnak, ö, ami eddig is jellemzett minket, tehát minden héten, kedden, reggel hétkor kor jelentkezünk. Sziasztok! Szevasztok!